A sportág teremben űzött változatának bajnokságai hamarosan elkezdődnek, a szabadtéri szezon viszont már a végéhez közeledik. Az Adidas Streetball sorozat május végén Kőbányán rajtolt, azóta még 6 város adott otthont a rendezvénynek. Szombaton utolsó előtti állomásként a Nyíregyházi Kossuth téren is környékén rendezik meg a Kosaras Fesztivált. A korábbi évekhez képest változás jelent, hogy a klasszikus streetball mellett a 3x3-as kosárlabdában is összemérhetik tudásukat a csapatok. Két részre osztanám a rendezvényt, 23 év alattiakra és 23 év felettiekre. A 23 év alattiak B33-as rendszerben játszanak, 23 év felettiek, illetve 35 év felettiek klasszikus kosárlabda streetball bajnokságban indulnak. Minden korosztályra várjuk a nevezéseket. A streetball honlap oldalán lehet nevezni, online, illetve a Nyíregyháza oldalán lehet nevezni, e-mailben. A hagyományokhoz híven ezúttal is lesz egy centerpálya, a meccsek mellett zsákoló versenyre és dobóversenyekre is nevezhetnek a kosarasok. A Nyíregyháza Blue Sharks bemutató mérkőzésén pedig pályára lép majd az U18-as 3x3-as Európa-bajnok Mokánszky Máté is. 10-12 pálya szokott lenni, illetve a centerpálya. A játékok mellett lesznek még dobóversenyek, zsákoló versenyek, illetve a Blue Sharks is fellép egy bemutató mérkőzéssel. A mérkőzések szombat reggel 9 órakor kezdődnek, és az induló csapatok számától függően valamikor a délutáni órákban érnek véget. A győztes együttesek bejutnak az országos döntőbe, amelyet szeptember 22-én Budapesten a Magyar Kosárlabdázás napján rendeznek meg.